A térségfejlesztés hatékony, de kevésbé pénzigénylő ötleteinek gazdái találkoztak a napokban Herceg-kúton. Ők azok, akiknek ötleteit beválogatták abba a programba, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Agrárszak Tanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet közösen koordinál. A kizárólag hazai forrású pályázatot két térségben hirdették meg, Tokaj-hegyalján és a Balatonnál. Nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a pályázók meg tudnak-e felelni a különféle általunk támasztott ilyen-olyan adminisztratív követelményeknek, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy az a projekt ötlet, amit beadott, az vajon mennyire jó, mennyire életképes, és mennyire teljesíti azokat az elvárásokat, amik általános jellegű elvárások, tehát a pályázati felhívásnak a főbb szempontjaiban ugye meghatározott elemek, hogy azt mennyiben teljesíti. Úgyhogy igazából sok múlik a pályázón, és nagyon sokat kell gondolkodjon emiatt a pályázó, és nem feltétlenül formáknak, meg formai előírások meg kell megfelelni, hanem magát a projekt ötletet kell olyanná formálniuk, amik ezeket a kritériumokat teljesítik. A fejlesztési programra a két térségben összesen 100 millió forintot szán a minisztérium, egy pályázó maximum 8 millió forintot nyerhet. Azok az ötletek maradtak fent tehát a rostán, amelyek valóban kisebb támogatási igényel, de annál nagyobb gazdasági és térségfejlesztési lehetőséggel rendelkeznek. Mondjuk turisztikai kínálatot szeretne, és ott helyi terméket szeretne árusítani, annak legyen kapcsolata az adott térségben olyan termékelőállítóval, lekvárossal, kézműves termékelőállítóval, bármifajta élelmiszerrel, legyen olyan nyomdai ismerőse az adott térségben, amelyik mondjuk együttműködésben olcsóbbá és az egész térséget fejleszte, próbálja meg a pozitív hatásokat elérni. Tehát mind a két térségben az a lényeg, hogy ez az együttműködés, ez valamilyen módon egymásra figyelve alakuljon ki, egymás pozitív hatásait, úgynevezett multiplikátor hatást váltson ki ez a fejlesztés, és valamilyen módon egy olyan pozitív, magasabb szintű együttműködés jöjjön létre, ami magának a térségnek is jó, a gazdaság szereplőinek is jó, nem csak annak, aki fejleszt, hanem a közösség számára is visszaforgatható ebből a fejlesztési támogatásból egy pozitív hatás. A program hosszú távú célja, hogy a 2020-ig tartó uniós időszakra ezek a kezdeményezések jó gyakorlatként szolgáljanak az ország többi gazdasági vállalkozásának.